Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Szeptember 10-én 14 csapat részvételével megkezdődött a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság küzdelem sorozata. A fészeképítők, a Szép Hő Szeder és a Korall búcsúzott az első osztálytól, míg a Fevita, a MÁV Gépészet, a Polyák BT és a Maratonsport a legjobbak között szerepel ebben az idényben. A Blue Hétfő a nyáron feloszlott, így helyette a Total Food szerepel majd az első osztályban. A nyitófordulóban a bajnok Bombon a múlt pontvadászat 10. helyezettjével, a Sünés barátaival csapott össze. Lássuk a találkozót. A Városi Kispályás Bajnokság első osztályában, az első fordulóban a 2002-2003-as bajnokságban a Bombon és a Sünés barátai csap össze. A közvetített mérkőzésem kékmezben a Bonbon, jobbról balra a képernyőn még fehérben a Sünés barátai együttese ellenkező irányban. Már rögtön az új szabályok egyikével ismerkedhettek a játékosok, hiszen némileg változtak a kispályás labdarúgás szabályai ettől az évtől, ettől az idénytől kezdődően. És hát ugye már is a középkezdést hibázták el a Bombon játékosai, hiszen még be kell rögződnie a fejekbe annak a szabálynak, miszerint a középkezdést előrefelé kell végrehajtani. Mindkét alakulatban történt változás a játékos keretet illetően a nyáron. A Sünés barátai együttesében Őrsi József, aki most éppen a labdával bíbelődik, az új igazolás. Mint tudjuk, Őrsi József tavaly a fészeképítők gárdájában játszott, és a tavalyi kiírás gól királya lett. A Bonbon együttesében pedig Hegedűs Ferenc a kapuban. Ő az új igazolás. A bajnok együttesnél itt van tehát a változás, Revaland az Aprilia motorosból együtteséhez igazolt, és a Bombon pedig soraiban tudhatja most Hegedűst, aki egyébként a Videóton saját nevelésű játékosa volt. Ám igazán a nagy csapathoz, mint kezdőkapus nem kerül soha. A két csapat összeállítása tehát a Bombon kapuját Hegedűs őrzi, mezőnyben pedig számokat teljesen felesleges mondanom, hiszen van olyan játékos, akinek mezén nincs szám, és van olyan is, sőt, ketten két játékos van, aki ugyanazzal a számmal szerepel, tehát ha már ismerős Molnár Csaba most a labdával 7-es számmal, a pályán pedig még Csucsánszki Zoltán, Csé Nagy, Szoboszlai, aki most éppen nincs a pályán, tehát Balló Zsolt és Fésű, a cserepadon pedig még Szoboszlai és Határ Csaba foglalnak helyet. A Süni kapuját Ottó Zoltán őrzi, mezőnyben pedig Purgel Szilárd, Vonnák János, Kerecsai Tamás, vagy Kerecsényi Tamás, Bozai Attila és Őrsi József. Hegedűs egyenlőre gól nélkül a találkozón. A 4. percben járunk. A Bonbon a bajnoki cím őrzője, a Sünés barátai az elmúlt bajnokságban a 10. helyen végzett, tehát épp hogy bent maradt az elitligában a legjobbak között. És a mérkőzés előtt arról érdeklődtünk, hogy mi az elvárás, és itt az első gól. Egy bedobás kombináció, Purgel lefejelte a labdát, és Kerecsényi pedig közvetlen közelről a kapuba továbbította azt. 1-0-ra vezet a Sünés barátai a mérkőzés 4. percében. Tehát a célkitűzések, az elvárások. Most megoszlanak a vélemények a Süni csapatán belül is, hiszen volt olyan játékos, aki azt mondta, hogy a középmezőnybe várja a csapatot.
még éppen a gólszerző Kerecsényi rögtön rávágta, hogy csak is a bajnoki cím az elfogadható eredménye csapattól. Nos, hát majd meglátjuk, egyelőre jó úton haladnak e felé, hiszen az első gólt ők szerezték ezen a találkozón a bajnokkal szemben. De hát, mint tudjuk, nagyon-nagyon sok van még hátra a bajnokság végéig. A Bombonnál én azt hiszem, hogy más elvárás nem is lehet, mint a bajnoki cím megőrzése vagy megvédése. Kérdés, hogy ezt mennyire tudják majd teljesíteni, hiszen a szakemberek szerint erősödött az idei bajnokság. Bozai. Őrsi szépen vette át a labdát, aztán lő, Hegedűs véd. Kurgel. Vonnák. Hegedűs dobja ki, Fésű. Keresi az embert, akinek passzolhatna. Csé nagyot választja. Csé nagy még mindig. Kurgel lépett bele a lövésbe. Bondon bedobás következik. Otto húzta le a labdát. Bozai. Kerecsényi. Bozai. Hetedik perc. Kerecsényi. Törsi. Kerecsényinek pöcintette tovább, aki lefordul balóról. Csucsánszki. Fésű. Molnár Csaba. Fésű érkezik. Szép! Gyönyörű támadás. Fésű a gólszerző. 1-1. Hetedik perc. Nem kellett sokat várni tehát az egyenlítő találatra. A süni közben cserél Gíresi Zsolt a pályán. Őrsi helyére érkezett. Csé nagy. Balló. Egy picit hosszan vette át a labdát. Csucsánszki bedobása. Otto kapus húzza le. Bozai. Kerecsényi. Csé nagyért hátra. Bozai Attila bedobása. Fésű. Csé nagy. Molnár. Csucsánszkit futtatja. Balló Zsolt. Molnár érkezik. Csucsánszki. És kimegy a labda. Süni bedobás. Kerecsényi. Kurgel. Vonnák. Bozai. Járatják a labdát a fehér mezesek. Csé nagy füleltere az átadást. Csucsánszki. Kerecsényiben akad el. Bozai. Szép sarkozás. Kerecsényi lő. Kapufa. Megvillannak a csapatok mindkét oldalon. Balló. Molnár. Csucsánszki szelidíti meg, Balló Zsolt. Fésű érkezik, egy picit visszafelé kellett mozognia.
fölé szállt a labda. Géresi. Csínagy mellett tovább vitt a labdát, Fésüt azonban nem tudta megkerülni. Csucsánszki. Molnár. Csucsánszkinek szánta volna vissza a labdát. Bozai. Vonnák. Kerecsény. Géresi. Bozai Attila. Két embert csapott be. Egy helyben cselezgetett. Sünés barátai bedobása 11. percben. Egy egyes mérkőzés állásnál. Kurgelnek magas volt a labda. Való. Kurgel, Vonnák, és aztán Csucsánszki szedi össze. Vonnákban akadt el a passz, ez pedig Kurgelben Vonnák a labdával. Kerecsényi, Molnár Csaba érkezett hátra és szerel, Fésű. Hegedűs vágja előre, Molnár, nagy lehetőség volt. A labda azonban elkerülte a kaput. Marad az 1-1-es mérkőzés állás. Kurgel, Géresi. Csucsánszki szerez labdát, és Molnár Csabát futtatja. Szabálytalanság történt. Megvárták a játékvezetők, hogy mi lesz a dologból. De mivel Süni játékos ért hozzá, így lefújták az akciót. Csucsánszki Zoltán végzi el a szabadrúgást, a sorfal két tagú. Hozai inkább ott hagyja Géresit. És ez pedig egy technikai hiba. Kirúgás. Kurgel. Bozai. Géresi. Molnár Csaba passzol hátra Hegedűs kapusnak. Csínagy. Szoboszlai a pályán ötös számmal közben. Vonnák szerelte. Csucsánszki szöglete, Fésű, Kerecsényiről pattan ki a labda. Bedobás. És egy újabb szöglet következik. Fésű érkezett, mint berobbanó ember. A labda azonban elsuhant a lábak előtt. Kerecsényi. Szőnyi. Ő az új játékos most a pályán a Sünés barátai alakulatában. Szoboszlai veheti le a labdát, meg is teszi. Aztán Kerecsényit próbálja becsapni, ez nem sikerül. Szőnyi pedig majdnem saját kapusát csapta be. Hozai. Kurgel. Otto. Őrsi érkezik vissza. Hozai. Oldalháló. Szoboszlai már kiéri is a labdát, egyelőre nem kapja. Hegedűs. Balló Zsolt. Csénagy fut a jobb oldalon, kapja is a labdát, egy picit hosszú volt azonban a passz. Sünyi bedobás következik. Otto keresi emberét. Kurgel. Bozai.
Géresi. Nem tudta beadni, középre pedig Őrsi, ott várta. Szőnyi leperdül a lábáról, és Őrsi sem találja el túl jól. Meg kell ismételni a kirúgást, hiszen gurult a labda. Csucsánszki. Távoli lövés, Otto szedi fel a labdát. A 15. percben járunk. 1-1 a mérkőzés állása. Szoboszlai. Való. Fésű. Előtte Fésű, nem is volt rossz elgondolás, azonban célt tévesztett a lövés. Bozai. Csucsánszki. És aztán Purgel szerezni meg a labdát. Csé nagy keresztez jókor. Fésű. Hegedűs. Csé nagy. Csucsánszki. Balló Zsolt szerez labdát. Balló még mindig a felső lécről vágódik ki a labda. Szerencséje volt most a Süninek. Szőnyi. Fésű csapja be. Csé nagy érkezik és felszabadít. Vonnák. Bozai, Vonnák kapja vissza. Purgel. Lemegy cserélni, Kerecsényi érkezik helyette. Bozai Attila indul meg. Csé nagy mellett elmegy. Hegedűs fogja a lövést. Csucsánszki, egy gyors ellenakció. Szoboszlai. A felső lécen csattan megint csak a labda. Egy percen belül kétszer találja el a keresztgerendát a Bombon együttese. Veszélyes volt ez a kontra is. Bozai. Fésű lépett ki, Őrsit hagyta állva. Fésű még. Fésű ellövi mellé. Otto. Fésű. Két ember között eljut Csé nagyig, és Balló Zsolt, üres volt a kapu. Ő azonban mellé lőtt. Hát már 3 góllal is vezethetne a Bombon, hogyha kihasználja a helyzeteit. Vonnák fejelte ki. 19. perc. Csucsánszki. Csé nagy. Balló viszi tovább. Bozai. Csé nagyjal birkózik. Hegedűs. Csucsánszki. Egyből tovább pörgette. Csucsánszki kapja Ballótól. Óriási gólt lő. Szép támadás volt, Csucsánszki Zoltántól indult az akció, Balló Zsolt volt a közreműködő, és megint csak Csucsánszki a befejező ember, 2-1-re vezet a Bombon a mérkőzés 19. percében. Már éppen mondani akartam, hogy nem folytatják a csapatok az első 10 percben megkezdett tendenciát, miszerint góllal fejezik be azt a periódust, illetve a 10 perces periódusokat,
Csucsánszki rögtön rám cáfolt, amikor másfél perc volt hátra még a második 10 percből. Szabályosan a bedobást, és ugye a Bombon tehette ugyanezt Csucsánszki. Szoboszlai, Géresi szerelte, Kerecsényi, Mozai talpa alatt gurult el a labda, újabb Bombon lehetőség, Csínagy mellé. Kerecsényi, Urgel, ez Hegedűsé, Őrsi támadja, Hegedűs pedig birtokba veszi a labdát. A kilobás után Szoboszlai, Kerecsényi érkezett. Csucsánszkinak szánta volna Szoboszlai a labdát, most eljutott hozzá Szoboszlai, még mindig ő, Géresi. Őrsinek emeli ki, Hozai sarokkal későre pattintotta a labdát. Süni bedobás a 22. percben immár, 2-1-es Bombon vezetésnél. Hozai bedobása, Hegedűs sér bele utoljára, ismét a fehérmezesek dobhatnak. Hozai Attila az ügyeletes végrehajtó partdobásoknak. Iménti veszélytelen volt. Fésű még mellé szöglet, azonban Kerecsényi lábáról hagyta el a labda a játékteret. A 22. perc, Csucsánszki szöglete. Burger elvéti. Süni bedobás. Szoboszlai reklamál. Igazából nem tudom miért, hiszen nem ért bele senki a labdába. Balló Zsolt rosszul gurította le Fésűnek, Hozai megszerezte, és most Ottó dobja ki, szó szerint kidobja, hiszen a játékteret is elhagyja a játékszer. Csínagy. Szoboszlai. Kerecsényi bedobása, Hozai. Kerecsényi. Őrsi. Hozai Attila. Őrsi kapja a sarokban, Fésű szerelte. Balló Zsolt. Csucsánszki. Nagy lövés, épp hogy mellé. A 24. perc kezdődött meg ebben a pillanatban. 2-1-es Bombon vezetés, Kerecsényi. Csucsánszki puszival szerez labdát, aztán Balló Zsolt viszi tovább, Ottó véd hatalmasat. Csucsánszki. Balló. Csínagy. Jobban lőtt, Urgel ért bele, szöglet. Őrsi, Géresi, Balló. Kint volt már a labda. Hozai. Kerecsényi. Hozai. Kerecsényi.
Kerecsényi. Burger. Híresi. Kint van. Az első osztályból tavaly ugye a fészeképítők, a Szívkő Szeder és a Korall búcsúztak. Óriási góle közben Csínagy a térfél közepéről vállalkozik lövésre, és kipókhálózza a jobb felső sarkot. 3-1 ezzel a 25. percben az eredmény a Bombon javára. Tehát ugye a Csonka pontvadászatból három csapat esett ki, és négy jutott föl, mégpedig a Fevita, a MÁV képészet. És nem tudom befejezni ezt a gondolatmenetet, hiszen a másik oldalon is láthatunk egy gólt. Bozai Attila lőtt a hálóba, és ez már a 26. perc. 3-2 az eredmény ezzel. Ez volt az utolsó momentuma az első félidőnek. 3-2-es mérkőzés állása Bombon javára. Ez az első 25 perc összegzése. Most tehát adós maradtam még az első félidőből. A négy feljutó csapat nevével, tehát a Fevita, a MÁV Gépészet, a Bakerámia 57 Kft., a Maraton Sport és a Polyák VT, a négy újonc csapat az első osztályban. A Fevitával és a MÁV Gépészettel már találkozhatunk a legjobbak között, hiszen egy két csapat éppen a 2000-2001-es bajnokságban búcsúzott az Erik Ligától. Egy évet töltöttek tehát a másodosztályban, az 1B-ben, és első és második helyen kerültek vissza. Három kettes Bombon vezetés, Bozai Attila a labda mögött a szabadrúgás elvégzése előtt. Nem is volt rossz a lövés, elkerülte a kaput azonban a labda. Hegedűs kirúgása. Pap Tibor fejelte vissza. Törzsi pedig csak nézte, hogy kipattan a labda az oldalvonalon túlra. Hegedűs. Balló Zsolt. Határ Csaba segít neki. Csínagy. A harmadik Bombon gól szerzője. Őrsi. Határ érkezett vissza. Benne a Katera labda. Molnár Csabát leudosít a fehérmezes védők. Csínagy mellé. Őrsi. Róla ment ki a labda. Határ dobja be. Csínagyot kereste. Burgel. Bozai sarokkal tovább. Őrsi szerzi meg a labdát. Aztán Fésű választja el. Attól Fésű. Molnár Csaba, szép kötény, óriási védés. Fésű lőtt, Ottó pedig védett kitűnő reflexekkel. Marad a 3-2-es Bombon vezetés határszöglete. Átszáll a labda a pályán keresztbe. Vonnák. Pap. Burgel, majd Vonnák ismét a labdával. Fésű.
Bozai. Urgell dobja be a labdát. Bozai lefordul, és szép gólt lő. Kiegyenlít a Süni. 3-3 az eredmény a 29. percben. Hegedűs nem tudta védeni. Jól fordult le őrzőjéről Bozai Attila, és kilőtte a jobb alsó sarkot. Három-három az eredmény tehát. Bozai második gólját szerezte. Csínagy Kerecsényében akadt el. Való Zsolt. Ottóról megy ki a labda. Szöglet. Balló végzi el a szögletet. Fésű érkezik, és aztán ismételhet Balló, hiszen Urgell hátát érintve az alapvonalon túlra pattant a labda. Őrsi. Határ. Jókor, hiszen Bozai indult volna meg. Csénagy. Fésű. Molnár Csaba. Pap szerelte. Bozai. Balló. Molnár Csaba. Szép lett volna, hogyha bejön ez a labda átvétel, és egyben Csel. Kerecsényi. Bozai felé. Balló őrzi szorosan Bozait, Kerecsényi. Urgell. A 31. percben járunk már. Őrsi. Urgell érkezik. Csínagy lépett bele a lövésbe. Bozai bedobása. Őrsi próbált kapura fejelni. Egy szögletet harcolt ki. Bozai Attila végzi a szögletet. Urgell bevágódik. Balló Zsolt pedig a plafonra rúgja a labdát. Játékvezetői labda. Határ Csaba pedig visszaadja a játékszert a fehér mezeseknek, így a Süni rendülhet ismét támadásba. Bozai. Szöglet. Beszorul most a bombon. Saját kapuja elé egészen mostanáig, hiszen Balló Zsolt szerez labdát, de Pap nem engedi, hogy indítsa Molnár Csabát. Fésű. Balló. Határ. Kerecsényi szerzett labdát. Aztán Urgell adja el. Csínagy. Rálövi. Urgellről vágódik le. Határ. Csínagy. Őrsi. Bozai. Hosszan vette át a labdát. Fésű. Szőnyi lép ki rá. Való. Fésű. Határ. És aztán Hegedűs is játékba avatkozik a szaggatott vonalnál. Csínagy. Kerecsényi piszkált oda. Határ. Határ még mindig. Molnár Csaba veszi át a labdát. Pap vágja ki. Szabad rúgás azonban a bombon javára.
Csucsánszki Zoltán érkezik határhelyére. Csucsánszki Zoltán ugye remek rugó technikával rendelkezik így az ilyen pontrugásoknál is. Igen, csak ott a hely a labda mögött. Ő végzi el, és be is lövi. Nem teketúrjázott Csucsánszki Zoltán. A bal felső sarokba lőtte a labdát a 34. percben. Csucsánszki második találata. Négy-három az eredmény a Bombon javára. Bozai. Ismét a kékmezeseknél az előny tehát. Fésű. Balló Zsolt. Bozait állítja meg szabálytalanul, aztán kakaskodnak egy picit a játékosok. És mind a ketten két percre elhagyják a pályát. Tehát büntetés mindkét oldalon. Csucsánszki kéri ki a 3 métert. Szőnyi ezt megadja. Molnár, Csucsánszki, Otto elfekszik. Itt van a kapus. Micsoda megoldás, te atya úristen, Csucsánszki Zoltán. Otto kint volt a kapujából, és meglehetősen éles szögből átemelte a labdát felette, ami az a hálóba hult. Csucsánszki 3. gólja. 36. perc, és 5-3-ra vezet a Bombon együttese. Purgel. Kerecsényi. Purgel. Molnár Csabában akad el. 2-2-ben Molnár. Nem jut el Csucsánszkiig a labda. Purgelben akadt el Csénagy. Fésű. Süni bedobás, amit lábbal végeznek el. A labda azonban nem volt kívül a vonalon, így most a Bombon lendület ismét akcióba. Csucsánszki. Molnár Csaba, Csénagy, szép játék, elgurul a labda a jobb kapufa mellett. Marad az 5-3-as Bombon vezetés. Kerecsényi. Leteltek a kétperces kiállítások. Bozai. Géresi. Elesik. Bozai Attila végzi majd arra a szabadrúgást. Hegedűsnek kellett védenie. Bozai Attila. Urgel fölé. Csénagy. Szabadon vezetheti fel a labdát. Molnár Csaba. Urgelt csapja be. Aztán Kerecsényiről vágódik ki. Elment a labda. Csucsánszki bedobása. Urgel fejelte ki. Csucsánszki ismételhet. Fésű.
hazaadja a labdát Hegedűsnek. Szoboszlait Géresi előzi meg, Szőnyi. Hegedűs biztos kézzel fogja a labdát. Kucsánszki. Ottó gurítja ki. Géresi. Szőnyi. Ha tovább engedi, akkor Kerecsényi megindulhatott volna vele talán a jobb szélen. Bozai. Molnár Csaba őrzi. Bozai még. Aztán megszerzi a labdát a Bombon, Szoboszlai, fésű, bent középen nem jut el hozzá a labda, csak most. Szoboszlai, fésű, Ottó véd, fésű még mindig, ott a lehetőség, és gól! Nem találta el igazán jól már a labdát, szép volt egyébként, ahogy maga elé tette. Ottó még beleért, azonban hárítani nem tudott. A 40. percben növeli előnyét a Bombon együttese. Fésű révén 6-3 az eredmény. A második félidő elején még le tudta dolgozni két gólos hátrányát a Süni és barátai együttese, most azonban meglépett a Bombon. Már 3 a különbség. Szoboszlai. Szöglet. Néhány másodperc múltán csak eljutott a labda a sarokig. Szoboszlai. Veszélytelen ez is. 41. perc, 6-3-as Bombon a vezetés. Őrsi nagyon szépen vette át a labdát, csinált egy cselt. Géresi a hálótartó vasat találta el. Kucsánszki, Csénagy. Szoboszlai, Vonnák állt ott. Csucsánszki bedobása, Géresi fejeli ki, aztán Csénagy is ugyanezt teszi. Géresi, Kerecsényi, Bozai. Fésűben akad el. Vonnák. Kerecsényével próbált kényszerítőzni, azonban a visszapasszolt labda nem volt pontos. Hegedűs. Csucsánszki. 4-3 ellen. 4 támadó, 3 védő. Csénagy. Kerecsényiben akad el, és aztán Géresi fordulhat. Bozai. Át akarta perdíteni Őrsi ez a labdát. Hegedűs. Határ feje felett elszáll a labda. Szoboszlai határ kapja. Kapná pontosabban, hiszen az oldalvonalon túlra gurult a labda. Simi bedobás után határ szerzi meg a labdát. Csénagy. Szoboszlai várta a labdát néhány pillanatig üresen. Bosszankodik is, hogy nem kapta. Csucsánszki végzi a bedobást ismét. Szoboszlai. Csénagy. Bozairól vágódik le. Még beleért egy Bombon játékos is, hiszen a Süni hozhatta játékba a labdát.
Csücsé nagy. Letámad a Süni. Csücsánszki. Szoboszlai. Határ. Nem tette kapura egyből. Igazítani akart még. A labda azonban picit messze pattant tőle. Csücsánszki hagyta ott a lábát. Géresi átesett rajta. Nem történt szabálytalanság a játékvezetők szerint. Csé nagy. Határ. Megint csak hosszan vette át a labdát. Jöttő Zoltán vehette azt birtokba. Őrsi. Bozai. Bozai a sarokban fésűvel hadakozik. Aztán Határ is odalép. Ő szerel végül. 2 perces kiállítás. Na de kinek? Géresinek. Játékvezetői labda lesz a dologból a 45. percben, hiszen a plafont érte a labda. Csücsánszki adja vissza a Süninek. Annak az együttesnek, amely most ember hátrányban játszik. Még mint egy másfél percig. Bozai. Őrsi veszi át. Őrsi ott pattog a labda a kapu előtt. És Hegedűs az, aki levarázsolja a lábáról Őrsi Józsefnek. Őrsi bedobása. Onnák érkezik szép. Ember hátrányból szerez gólt a Süni és barátai együttese. 6-4 az eredmény a 46. percben. Vonnák a gólszerző. Nos, lehet, hogy még az utolsó néhány percre marad izgalom, hiszen úgy tűnik megkezdte a felzárkózást a Süni. Csücsánszki. Fésű. Csücsánszki. Csé nagy. Határ. Bozai lépett ki. Őrsi várná a labdát. Nem kapja. Egy szabaddobást azonban kiharcol a Süni. Szabaddobást és szabadrúgást. Kerecsényi végzel a szabadrúgást. Őrsi veszi át, lefordul. Kapura azonban nem tudta tenni a labdát. Fésű. Fésű lövi el, hiszen nem zavarta senki. Ottó beleért a labdába, a felső részről vágódik vissza a mezőn, de Fésű kihozta egy kötényt, aztán Csé nagyhoz passzol. Balló Zsolt, Fésű, most már csak hátul adogatnak, járatják a labdát a Bombon játékosai, hiszen nekik nem sietős, 6-4 az eredmény a javukra, és 3 perc van hátra a találkozóból. Híresi visszatérhet. Kiegészült tehát a Süni együttese. Fésű. Csücsánszki, majd Fésű ismét. Csücsánszki. Géresi szerelte, úgyhogy Csücsánszki ért utoljára a labdába. Fésű felrúgja Őrsit. Játékvezetők sírja, néma marad. Balló Zsolt. Aztán Balló Vonnákat rántja vissza, ezt is tovább engedik. Egy újabb 2 perces kiállítás Bozai Attilának. Szövegelésért. Nem is Bozai, hanem Kerecsényi volt a vétkes, elnézést. Határ. Hegedűsnek hátra.
Géresi támadja, meg is zavarta. A 49. percben járunk, kevesebb, mint másfél perc a hátralévő idő, a rendes játékidőből. Bozai lövi el, határt tartja Bencsú Csánszki. Bozai. Hegedűs védett, és aztán Csucsánszki és Fésű ketten mehetnek a kapura. Fésű, és megadja a kegyelemdöfést. 7-4 az eredmény az 50. percben. Fésű a gólszerző. Harmadik találata neki is. Eldőlt a találkozó. Itt most már nem lesz különösebb változás az eredményben, hiszen az utolsó percen belül járunk. Bozai tovább viszi fölélő. Őrsi. Vonnák lövése pedig. Ezt nem lehet mondani, hogy tökéletes. Hét-négyes bonbon vezetés. Fésű, Hegedűs, Csucsánszki, Csénagy, Határ, Csénagy kapja vissza. Körbejáratják a labdát a bonbon játékosai. Csucsánszki lőtt el, a labda elkerülte a kaput. Most már túl vagyunk a rendes játékidőn. Ez már az 51. perc. És vége a találkozónak, érvényesült tehát a papírforma, a bonbon 7-4-re verte a Süné és barátai együttesét. A bonbon gárdájában Fésű és Csucsánszki egyaránt 3-3 gólt szerzett, és Csénagy volt még eredményes, még a másik oldalon Kerecsényi 1, valamint Vonnák és 1, valamint Bozai 2 gólt szerzett. Még egyszer a végeredmény, bonbon, Süné és barátai 7-4. Az első forduló további mérkőzésein szembetűnő volt, hogy az újonc együttesek remekül helytáltak. A négy csapat közül kettő győzni tudott, egy döntetlenre végzett, egy pedig szoros mérkőzésen szenvedett vereséget. Most lássuk az összefoglalókat. A tavalyi bajnokság 9. helyén végzett Bádogos és a nem feljutó újonc csapat a Total Food csatája nyitotta a 2002-2003-as pontvadászatot. A Total Food a korábbi 7., ám a nyáron feloszlott Blue hétfő jogutódjaként kezdte meg a küzdelmeket. Nem is rosszul, hiszen az első félidőben a kékfehérek kétszer találtak a Bádogos hálójába. A második játék részben a Bádogos aztán átvette az irányítást, és mindent megtett a gólszerzés és a pontmentés érdekében. Ez olyannyira jól sikerült, hogy a zöldmezesek nem csak egyenlítettek, de meg is fordították az eredményt. A nyitó meccset végül 4-2-re nyerte a rutinosabb Bádogos. Az amai mérkőzés szerintem nagyon húzós volt, az ellenfél nagyon jól játszott, vezetett, és abban az időszakban szerintem jobban is játszott nálunk, de ami tavaly volt problémánk, hogy rutintalanság miatt elvesztettünk pontokat, most úgy érzem, hogy talán egy kicsit a mi rutinunk, úgyhogy több újonc játékos volt az ellenfélnél, segített a mi tapasztalatunk, hogy sikerült megnyerni ezt a meccset. Ez egy haveri társaság, sokan játszunk lényesen ebből a csapatból, és hát megpróbáljuk a Total Food adott hozzá kis pénzt, és a KMK 2000 Kft. Dényesi karosszéria lakatos, és hát most küzdködünk. Ez a második meccsünk volt, egy edzőmeccsünk volt idáig, a klubfetszellel játszottunk, és ez még a második két meccs. Az első osztályban második idényét töltő Cooper SC az egy év kitérő után visszajutott MÁV gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Együttesével találkozott. A MÁV gyorsan vezetést szerzett, bizonyítván elszántságát, de a Cooper egyenlítésére sem kellett sokat várni. Jó iramú játék folyt a pályán, mindkét csapat szép támadásokat vezetett, de a helyzetek értékesítése a fekete-fehér MÁV-nak ment jobban. A Cooper SC-t olykor megbabonázta a Vasutasok kapusa, így ők futottak az eredmény után. Rendszerint két gólos előnyre tett szert a gépészet, de a kékek rendre felzárkóztak. A végjátékban aztán ismét visszaállította a MÁV gépészet a két gólos különbséget, és egerszegi mesterötösével 7-5-re nyerte a találkozót. Nagyon hajtószott, sokat kellett futni, és azért néha szerencsénk is volt, főleg a védekezésbe. Bár a szép gólokat lőttünk, elpasztott az utolsó emberként az ellenfél, és azokat könnyörten ki tudtuk használni. Remélem, jobb lesz a folytatás is.
Mi az elvárás ebből a bajnokságból? Biztos bennmaradás. Mondhatnám azt, hogy idén jelen forma, de nem hiszem, nem vagyunk sokkal többen. Lehet, hogy ez a teljesítményünk, ez igazi. A nyáron készült egyébként a csapat együtt meccsekre? Hát sajnos nem sikerült, sőt még a megszűnés lehetőséges felmerült. Utolsó pillanatban sikerült elindulnunk, úgyhogy két embert igazoltunk, ketten elmentek, kapusunk nincs. Úgyhogy fele más szezon elé nézünk szerintem. Az előző pontvadászat hatodik helyezettje a Klub Feca a harmadikként feljutó Poyák BT-vel mérte össze erejét. Erre a mérkőzésre is a nagy iram volt jellemző, azonban leginkább csak helyzetekig jutottak a csapatok. A sárgamezes Poyák BT keményen és szervezetten játszott, sőt az előnyt is megszerezte. A pirosmezes Klub Feca fordulás után beszorította ellenfelét, de nem talált az újonc kapujába. Az utolsó percekben a Poyák BT megadta a kegyelemdöfést, és így 2-0-val zsebelte be a három pontot. Többen voltak, jól játszottak, sokat futottak, és hát mi sajnos kevesen voltunk. A Fecának mi a célkitűzés az idei bajnokságra? Hát nehéz kérdés. Remélem az, hogy körülbelül minden mérkőzésen mi is egy ilyen 12 fős létszámmal jelenjünk meg, a másik meg minél több mérkőzést nyerjünk meg. Ezt vártuk. Megmondom őszintén, az első hatban várjuk a csapatot. Egységes, jó kis csapatunk van. Tavaly is ez volt rá jellemző, hogy minden meccset meg akartuk nyerni. Mindenki szívvel, lélekkel játszik. Így lesz ez végig. Első hatban várjuk a csapatot. Az igencsak megerősödött Aprilia motorosból a tavalyi ezüstérmes Turullánynal csapott össze. A Fehérben játszó Aprilia végig magabiztosabban vezette támadásait, és sokáig védelme is sebezhetetlennek tűnt. A Turul 3-0-ás ellenfél vezetésnél mindent megpróbált, hogy ne maradjon szégyenben, és a második félidő derekán fel is zárkózott. Mielőtt a kékmezesek egyenlíthettek volna, a hajrában egy kontraakcióból bebiztosította győzelmét az Aprilia. A végeredmény 4-2 az Aprilia motorosbolt javára. Hiszen ez nem szégyen, mert az úgy néz ki, hogy a bajnokságban ők lesznek a legegységesebb, legjobb csapat. Edzettség az látszik rajtuk nagyon. Turul mennyit készült a nyáron? Sajnos nem nagyon jött össze a nyári felkészülés. Egy kupán indultunk, azt megnyertük, és a többi az pihenéssel telt, úgyhogy majd belerázódunk, lesz ez még jobb is. Célkitűzés? Dobogot szeretném megcsinni, meg egy jót focizni egész idény alatt. Az eredménynek örülök, de hát a játékunkon még van mit csiszolni, az biztos. Nem játszottunk már jó ideje, úgyhogy, de ahhoz képest, hogy egy bajnok esélyes csapatot sikerült megvernünk, ez így nagyon jó. Hova várjátok a csapatot? Hát mindenképpen az első háromba, de merészebb terveink vannak. A tavalyi bronzérmes Fedél Kft. Az 1B bajnokával, így a legjobb feljutó Fevitával találkozott. A Fedél nagy elánnal kezdett és gyors kétgólos vezetésre tett szert. Az első félidő közepéig nagy kedvel és abszolút fölényben játszott a fehérmezes Fedél, majd a hűtőgyáriak kiszabadultak a szorításból és szépítettek. Fordulás után a Fevita átvette az irányítást, egyenlített, fordított, sőt kétgólos előnyre tett szert. A találkozó hajrájában újra rákapcsoltak a Fedél Kft. Játékosai és megmentették az egyik pontot. A végeredmény 4-4. Ez már lényegesen gyorsabb tempó a labdarúgásit. Én szerintem a játék alapján igazságos volt. A döntetlen küzdöttünk mi is, az ellentél is. Volt szerencsés gól, gyönyörű szép akcióból is. Én szerintem a nézőtéről a labdarúgás szép volt, jó volt. Voltak nekik is gyengébb pillanataik, nekünk is. Kihasználtuk őket kölcsönösen, igazságosnak tartom. Fedél Kft.-nek mi a célkitűzése az idei bajnokságot tekintve? Hát a tavalyi eredmény szerintem nagyon nehéz lesz megismételni, mert idén sokkal több jobb csapat lesz, kiegyensúlyozottabb lesz a mezőny. Hát én nagyon szeretném, hogyha az 5.-6. hely körül valahol végezni. A C plusz V a negyedikként feljutó maratonsport csapatával randevúzott az első fordulóban. Az alakulatok ritkán jutottak helyzetekig, inkább kemény mezőnycsata folyt a pályán. Mindezt bizonyította, hogy 0-0-ás állásnál fordultak a csapatok. A második félidőben a tavalyi bajnokság negyedik helyezettje a C plusz V kihasználta egyszer a maraton védelmének megingását, és vezetést szerzett. Egy gólos előnyét tartani is tudta a kékmezes alakulat, így a C plusz V 1-0-val szerezte meg a három pontot. Egy fiatal csapat, elég rohanó stílusban, és megnehezítették a dolgunkat nagyon. Mi a célkitűzés az idényre nézve? Bajnokságot akarunk nyerni. Hát egy évet fiatalodtunk, tehát a cél az első hely. Nem érdemeltünk vereséget, habár újoncként azért tiszteltük az ellenfelet, úgy érzem. Technikaiak jobbak voltak, mi talán a futással, küzdéssel, zakarással tudtuk volna
őket esetleg megszorítani, de hát sajnos így alakult. Úgy látszik a rutinága, pillanatnyi nem a defigyelés döntött. De hát még nagyon sok mérkőzés hátra van. Újoncként szerintem jó mérkőzést játszottunk. Még talán egyébként színvonalast is, úgyhogy hát majd megpróbáljuk összeszedni magunkat a jövőben is. Talán eredmény is lesz belőle. A 2002-2003-as bajnokság első fordulójának eredményei: Bádogos Total Food 4-2, Cooper SC MÁV Gépészet 5-7, Klubfeca Poják BT 0-2, Aprilia Motorosbolt Turulline 4-2, Felél Kft. Fevita 4-4, C plusz E Maratonsport 1-0, Bombon Sünés Barátai 7-4. A tabellát a Bombon vezeti 3 ponttal, és ugyanennyi ponttal rendelkezik a MÁV Gépészet, az Aprilia Motorosbolt, a Bádogos, a Poják BT és a C plusz V. A két egypontos csapat, a Felél Kft. És a Fevita a 7. és 8. helyen tanyázik, majd következnek a nullapontosok: Maratonsport, Cooper SC, Total Food, Turulline, Klubfeca, és 14. a Sünés Barátai. Az 1B első fordulójában a következő eredmények születtek: Dekkeba Utrechtérer 1-3, FC Chelsea Ságépítő RT 0-3, Korall Mástészta 5-3, B Ördögök Zöldker 96 Kft. 2-2, Fejér Víz Erszáb Alba Logisztik Széphő 3-2, Fészeképítők Placbau Veszprém Beton 1-1, Hungária Taxi Opsitos 6-5. Kedves nézőink, ennyi volt mára. A kispálya legközelebb jövő hét szombaton jelentkezünk, ha a bajnokság történéseivel, kérem tartsanak velünk akkor is. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is. Viszontlátásra!